Stali smo prej počas nekako v krču. Prihajali do lepih priložnosti za strel, ampak bili pri samem zaključku najzbranjem. Drug počas smo se vrnili in na koncu, namesto da bi rezultat bil nekoliko manjši, zadnjih 4 minute napravili spet preveč napak. Preveč nihamo v igri. Sok hibával játszatok az első fél időben is. Segó nagyon jó védett, úgyhogy nagyon elhúztunk az első fél időben. A második fél időben sokkal jobban tudtak kézilabdázni és visszajöttek a meccsbe. Úgy gondolom, hogy megérdemeltek egy kicsit kevesebb gól különbsége távozni ma. They played with a lot of mistakes in the first half and Shego was saving excellent. He believes that in the second half they were playing a little bit better and that they deserved to win with less goals than actually happened. Buenas tardes, yo estoy Kibano, everybody. Hemos jugado una primera parte muy buena. Jó estét kíván mindenkinek, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó fél időt játszottunk. And now Juan Carlos Pastor about the match. Good evening to everybody. He believes that we played a very good match today. Teníamos muchas paradas y defensas. Az első fél időről beszélünk. Nagyon jó védekeztünk és sok jó kapus teljesítmény volt. In the first half we played very good defense and the goalkeeper was saving very well. Tuvimos mucho acierto también de cara a gol. Ugyanúgy pontosan játszottunk a támadásban. We played precise in offense. Y el segundo tiempo es para los demás, es decir, con 10 goles arriba, si no les ponemos, solo pueden crecer los jugadores jugando, jugadores jóvenes solo pueden crecer jugando, pero no podemos cometer tantos errores de lanzamiento, de pérdidas, no defender, cometer muchos errores y al final pues tenemos que apretar y volver a sacar a otra gente. A második fél időben az volt a célunk, hogy a fiatalabb játékosaink játszanak, mert csak úgy tudnak felnőni és jobbak lenni, hogyha játszanak a meccseken. Ezt nem tudtuk teljesíteni, mert rengeteg hibával játszottunk, ahogy a védekezésben, úgy a támadásban is, és a végén vissza kellett rakni a tapasztaltabb játékosokat, hogy megnyerjük a meccset. In the second half, our goal was to let the young players to play in the Champions League because they need the minutes in tough matches to develop. This didn't work. We had a lot of mistakes, and in the end, we had to use the more experienced players. Pero bueno, hemos ganado. Hay que estar contentos. Y hay que seguir trabajando para el futuro y para los siguientes partidos. Es decir, que objetivo siempre el siguiente partido y eso vamos. De nagyon örülünk ennek a két pontnak, és nagyon sok munka van még ránk a jövőben, csak úgy tudunk előre lépni, hogyha dolgozunk. But we are very happy that we achieved 2 points today. There is a lot of work ahead of us, but it's the only way to step forward is by doing the work of every day. First, hello to everyone. Yes, certainly in the first match we didn't play our best game. We were behind 10 goals and it's hard after such a deficit to come back to the game against such a team as Szeged. We started the second half pretty good in defense. We scored some easy goals and we got some air to breathe. We had an attack to reduce the result to 3 goals, but we didn't score, so they went to 6 goals and then it was only a formality for them to finish the match. But I think that certainly we weren't as bad as the result showed at the end. We played in waves and I think 20 minutes of the second half was good for us. We are still a young team, have a lot of young players with almost none to some little experience in EHF Champions League. So we have still a lot of room to work for improvement. So I'm looking forward to the future. Igen, az első fél időben nagyon rosszul játszottak, hiszen 10 gólos különbség alakult ki az első fél idő végére. Ugyanakkor a második fél időben azt gondolja, hogy magukra találtak, sikerült felkapaszkodni a mérkőzésben, levegőhöz jutottak. De amikor 3 körül állt az eredmény, akkor mindig belehibáztak, onnantól a Szeged átvette a kezdeményezést, és csak formalitás volt az, hogy a végén megszerezzék a győzelmet. Úgy gondolja, hogy fiatal csapat, nem gondolja, hogy nagyon rosszul játszottak, mindössze hullámzó volt a teljesítményük, de nekik kell a Bajnokok Ligájához, hogy fejlődjenek.
I can just agree with the coaches. The key of the game was first half time. We play good defense, Shego save good, and we play fast fast breaks and good in attack. And then second half time, you see everybody, we start to play bad in defense and in attack in the same time. And I hope it will not we will not make this again. And for matches, four wins, we have our way. We go game by game, and I hope we will win every match. Hogy gondolja, hogy az első fél időben elhatották ezt a mérkőzést? A Ségó nagyon jól védett, és Mário nagyon jól futott a kontrákra. A második fél időben nem játszottak jól. Bízik benne, hogy ezt a tulajdonságunkat le fogjuk vetkőzni a jövőben. A 4-ből 4 győzelmünk van valóban, de a filozófiánkat nem szabad elfelejteni, mérkőzésre, lépésről lépésre készülünk.